Hazánk legvadregényesebb hegyvidéki erdei vasútját építette újjá, és nyitotta meg június 2-án a Börzsönyben az Ipoly Erdő ZRT. A Máriánosztrát és Nagyirtás pusztát összekötő, csaknem 7 km hosszú pályaszakasz vonalvezetése, szint emelkedése, lejtése és tájesztétikai értéke egyaránt kuriózum. Valóban egy nagy esemény ez, hogy sikerült összekötni két olyan pontot, ami hosszú évtizedeken keresztül végpontnak számított. Ugye, Szoptól Nagybörzsönyig most már járható a vasútvonal. Valaki azt mondta, ez a transzbörzsönyi vasút. Hát valóban így van, hosszú éveken keresztül küzdöttünk, ezért most megvalósult örömünnep ez a mai nap. A pályázatnak részét képezi még két épület, egyiket látják, másikat Máriánosztrán fogják látni. Úgy gondolom, hogy ezek az objektumok szükségesek a mai kor igényeinek a kielégítéséhez. Máriánosztrán szálláshelyet is alakítottunk, bízva, hogy ez a szálláshely is szolgálja a térségi turizmus érdekeit, elősegíti annak előre haladását. Ezen kívül még járművek építése zajlik. Az első elkészült járművet, ezt a kocsit önök is láthatják. A motorkocsi építése is folyamatban van, hamarosan, reményeink szerint szolgálatban még az idei szezonban, és hát a napelemes kocsiknak a kivitelezése is úgy gondoljuk, hogy meg fog valósulni, bízva itt a tervező urak és egyéb szakemberek aktív közreműködésében. Az ő áldása segítse itt a természetben az ő örök isteni törvényére való rátalálást, hogy az ő áldása nyomán a mi emberi életünk az ő isteni szándéka szerint szép legyen, békességben legyen és reményt adjon. Gondolta 76-ban, hogy 2016-ban itt lesz erőben, egészségben és egy ilyen népes társaságnak átadja, megszenteli ezt a kis erdélyi vasutat? Hát őszintén szóval nem hittem. Már úgy tudomásul vettem, hogy véget ért ez a történet. Néha úgy eszembe jutott, emlékszem, hogy láttam még egy elhagyatott csillét itt egy vasúti pályaszakaszon, de amikor hallottam már a készülődést, most már évek óta, akkor már egyre nagyobb volt a reménységem, és megéltük ezt a napot. Tehát visszajöttem ide az én kedves falumba, ahol 70-től 76-ig voltam plébános, ez volt az első önálló lelkipásztori szolgálati helyem, az első szerelem, ahogy ezt szoktuk mondani, és vissza-vissza húz azért a szívem ide a Börzsönybe. Tehát most, hogy össze van kötve ez a rész itten, hát ugye Nagy Börzsöny, a Nagyirtás puszta, Máriánosztrán és Szob. Hát ez nem csak, hogy a beteljesült reménységem öröme, hanem egy kicsit a reménység is. És hát az összetalálkozásnak, az együttmunkálkodásnak valami szimbóluma is lehet ez a vasút. Kicsinyhítőnek sose szabad lenni. Muszáj nagyot álmodni. Van egy régi indiai mondás, hogy meg kell ugrani a csillagokat, aztán ha nem sikerül, akkor is te ugrasz a legmagasabbra. Tehát körülbelül ez a szabály, hogy lenni kell víziónak, lenni kell álomnak ahhoz, hogy mit szeretnénk. És nem árt, hogyha értenek is hozzá mindazok, akik ezzel foglalkoznak. És akkor lehet egy olyan összhangot teremteni, hogy az ember, mikor végigmegy rajta, akkor azt gondolja, hogy ez mindig is itt volt, ez mi az, hogy csak mostantól van, mert úgy besimul és úgy beilleszkedik a tájba, mint hogyha örök időktől fogva itt lett volna. Volt egy vasúti szakasz, ami a Dunapartról indult, elment egy darabig, aztán volt egy másik vasúti szakasz, ami egy kicsit fentebbről indult, és fölment a Börzsöny tetejé. De a kettő nem volt összekötve. És ugye ez azért fontos, hogy ez most megtörtént, mert most innentől kezdve a Dunától egészen a Nagybörzsöny tetejéig fel lehet menni kis vasúttal. Ezzel a közlekedési lehetősége be lehet jutni az erdőbe úgy, hogy akár a kicsik nem is fáradnak el, vagy pedig ilyen izgalmas módon jutnak el a Börzsöny szívébe, illetve vannak olyan terveink, hogy ott fönt kerékpár kölcsönzésre lesz lehetőség. Az oda vezető és az onnan induló szilárd burkoló autóutak azok alkalmassá vannak téve kerékpározásra, lesz fönt 10 kerékpár, gondolunk majd a kisebbekre és gyermekkerékpárok is, és akkor gyakorlatilag egy hasznos, egészséges napot tudnak eltölteni ebbe az erdei környezetbe a családok. Az itteni emberek számára ez egy megélhetési lehetőség, hiszen sok minden kapcsolódik ehhez.
illetve azoknak, akik itt fel fogják keresni a Börzsöny. Ez egy valóban rekreációs terület, a Duna és az Ipoly határolja önmagában is szép részek, de maga a Börzsöny vadregényes erdei azok különösen. A fontos az, hogy mit kapnak ezek az emberek, hiszen egy természet közeliség, annak az élménye, az személyiség formáló hatása van. Beleértve a gyermekprogramokat, gondolok itt az erdei iskolákra és hasonlókra, sok lehetőséget rejt ez a Börzsöny, még nincs kiaknázva minden, de egy nagy lépést tettünk e felé. Ha komolyan gondoljuk a közjóléti fejlesztéseket, akkor ez már az a távolság, ez már az a szépség, ez már az az érdekességi faktor, ami egy úti céllá válhat. Ha még esetleg a Dunapartra valamilyen egyéb közjóléti turisztikai szempontból érdekes látványosságot készítünk, esetleg itt közben, ahogy megy a vasút fölfele, még kialakítunk játszótereket, kalandparkokat, lombkorona ösvényeket. Ha mondjuk ide települne egy libegő, akkor nagyon könnyen el tudjuk képzelni, hogy nem is kell olyan nagy ötlet ahhoz, hogy a Dunakanyar és ez a régió, ez egy kicsit méltóbb helyre kerüljön. Nem csak Magyarországon, mert azért egy ilyen látványosságnak, egy ilyen fejlesztésnek, uram, bocsá, esetleg a túloldalon, a Visegrádi vár, vagy a Pilisnek, annak a részének is a fejlesztését, hogyha ide venném, akkor ez bizony európai szinten is egy turisztikai látványosság lenne, és valószínűleg özön lennének ide a turisták. Mi közvetlen környezetünkbe, tehát a nagymarosi erdészetnél a következő feladat ez a Pálos Kolostornak a emlékhely kialakítása lesz a torony alján. Én pont a Mária Nosztrai Kolostorra és Bazilikára nézek rá. Jól tudjuk ezt, kegyhely, zarándokhely. Még ugye itt rá is lehetne építeni a bakancsos turizmust, az egyházi zarándok turizmussal együtt. Szóval nagyon nagy lehetőségek vannak itt is, mint oly sok más helyen, ahol ezeket a szavakat is talán elmondtam, de talán itt a Dunakanyar jelentősége miatt, talán amiatt, hogy az egyik leglátogatottabb eleve ez az erdőség, ez a hegység, a Börzsöny. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt építeni, hogy tudjuk rentábilisan működtetni, mert ugye még megépíti az ember, de aztán hogyan lehet azt fönntartani. Ezeket kell kérlelni, és remélem, hogy a mögöttem látható turista házhoz hasonlóan még nagyon sok ilyen szép látványosság fog épülni. Én kiemelném az Ipoly Erdő ZRT tevékenységét, hiszen látom azt közelről, hogy nem csupán az erdészeti vadgazdálkodási munkákat végzik szakszerűen, hanem a turizmusnak a fejlesztését is, hiszen turistaházak felújítása, kilátóknak a rendbetétele, táborhelyek létesítése, hidaknak és utaknak a karbantartása egy olyan feladat, ami a turizmus szolgálja, és a Börzsöny erre kiválóan alkalmas. Tehát ez az egyensúly, ami itt a Ipoly Erdő ZRT-nél megvan, erdészet, vadgazdálkodás, turizmus, ez nagyon szép egyensúly jelent. A tavaly hagyományteremtő céllal elindított Parkerdő Kupa fakitermelő verseny idei folytatása is motoros láncfűrészek zajától volt hangos. A Pilisi Parkerdő ZRT összes erdészete nevezett, vagyis 10 csapat vágott neki a Bajnán tartott megmérettetésnek. Szeretnénk emelni a fakitermelő munkaszínvonalát, szeretnénk, hogyha vállalkozóink minél korszerűbb eszközökkel és minél biztonságosabb módon, biztonságos eszközökkel dolgoznának kint az erdőben. Egy ilyen rendezvénynek több célja is van. Az egyik az, hogy a parkerdőnél dolgozó fakitermelő csapatok, illetve brigádok összemérhessék az erejüket, és egymáshoz képesti teljesítményük és tehetségük is jobban ki tudjon bontakozni.
illetve van egy olyan célja is ezeknek a rendezvényeknek, hogy a civilek felé láttassuk azt, hogy a fakitermelés az tulajdonképpen egy sokrétű, abszolút nem veszélytelen foglalkozás, amely igazából sok év tapasztalatának eredményeként alakul ki, illetve bontakozik ki egy-egy csapat életében. Azt tudni kell, hogy a fakitermelés a bányászat után azt hiszem a második legbalesetveszélyesebb munka, fizikai munka. Tehát különösen kint az erdőben, ahol az elérhetőség korlátozott, tehát bármilyen baleset történik, az súlyossá válhat már csak attól is, hogy nagyon nehéz elérni a sérült személyt. Tehát azt szeretnénk elkerülni mindig a súlyos baleseteket. Szigorú szabályokhoz kötjük a fakitermelési munkákat, hiszen motorfűrészekkel dolgozunk, sújtófejszékkel dolgozunk, amelyek abszolút nem veszélytelenek, és ezért fontosak azok a biztonsági előírások, amelyek előírják a vágásbiztos nadrág hordását, a kesztyűt, a sisakot, stb. Hiszen, mint szokták mondani, itt egyet lehet hibázni, de az súlyos következményekkel járhat. Maga a verseny szervezése is több hetes munkát ölel fel, hiszen az ide kerülő faanyagot is meg kell termelni, azt a megfelelő méretre, úgymond választékba kell átdolgozni, és utána kerül ide a Kastély Park udvarára, ahol még versenyképes állapotba kell hozni. Elkészülni és rolling! A versenyprogram keretén belül 4 kiépített pálya várta a versenyzőket, ahol minden csapat 2 alkalommal került sorra. Egy csapat 2 fűrészes és 2 hasító versenyzőből állt. A feladatuk pedig... Van egy kombinált darabolás, tehát úgy kell vágni alulról felülre egy faröngköt, hogy az teljesen passzol, ne legyen kis válla sehol. Aztán van egy gajazási munkaművelet, ahol nagyon fontos, hogy a fát milyen minőségben hagyják ott utána a munkaművelet végén. Nem szabad belevágni a fapalástjába, nem szabad csonkokat hagyni rajta. Nem olyan könnyű feladat, főleg, hogyha sietni kell és kapkodni. Ezen kívül nehezítő szabályok vannak, ami a biztonság miatt fontos. Nem mindegy, hogy a járó motorfűrész láncnál hogyan lépnek, mikor mozdulnak, erre nagyon kell figyelniük. Utána pontosan ki kell mérni a fahosszát, a hosszolásnak nevezzük ezt a részt, és pontos méreteket kell vágni az adott fából, utána ezt elhasogatni, sarangba rakni, ami megint nagyon fontos, hogy milyen méretben rakják, hogyan rakják, milyen szabályosan rakják le. Összetett feladat. Néha egy kicsit a versenyzők ellen szól, hogyha az egyik csapat kicsit jobb fát kap, a másiknek csomósabbat, akkor ez egy kicsit hátrány számukra, de igyekeztünk olyan faanyagot keresni, ami közel hasonlóak. Nagy tapsot kérünk szépen a versenyzőknek! Kicsit sok lett a hibánk az első körben, de megpróbálunk a következőben jobbat teljesíteni. Ugye tavaly mi nyertük, ezt szeretnénk idén megvédeni. Keszegen sikerült ugye másodikoknak lenni, így bekerültünk az országosba is. Országosba is szeretnénk azért jó eredménnyel végezni. Hibákat kiküszöböljük, akkor ez úgy néz ki, hogy lehetséges is lesz. Ezek nagyon profi emberek, ezek évek óta, évtizedek óta dolgoznak az erdőben, kitűnően végzik a munkájukat. Nagyon izgulnak és nagyon készülnek rá. Én számomra meglepő, mert minden nap ezt csinálják, és mégis olyan izgalommal végzik ezt a feladatot, hogy egyszerűen meglepő számomra. Amiket hibákat elkövetnek, az azért teszik, mert az izgalom, és kapkodnak gyorsak, de én azt hiszem, hogy itt ebből mindenki tanul, és mindenki okul, és hasznokra válik ez a kis versenyzés. Ez egy nagyon komoly fizikális erőnlétet, és egyébként szakmai tudást igénylő feladat. Hát az, hogy egy fának a térbeli alakja ehhez kapcsolódóan, hogy milyen fizikai szabályokat kell figyelembe venni, amikor például ledönti a fát, hogy pontosan odaérkezzen, ahová szánja, illetve gyakorlatilag a feszülő, nyomott, feszített nyíró erőknek a hatását szintén fel kell mérni, amikor elkezdi a darabalást, hiszen az a ledőlő fa az sokszor feszültségekkel terhesen maradott a földön,
Tehát ha ez nem jól méri fel, nem úgy áll hozzá a munkához, akkor nagyon komoly baleseteket okozhat a elővigyázatlanság. Tehát komoly szaktudást igényel ez a feladat. Ennek a versenynek az egyik célja az, hogy a civil társadalom lássa azt is, hogy igazából az erdész az nem csak fát vág, hanem itt látja azt is, hogy milyen összetett munka egy fakitermelés, milyen munkafolyamatokból áll, és igazából ezeknek a mikéntjét, kivitelezését és adott esetben még a nehézségeit is szemmel tudja kísérni. Ez ugyanúgy működik, mint egy olimpiánál. Amikor nézzük a rúdugrást, vagy bármi más, olyan könnyűnek tűnik, profik csinálják. Meg kell próbálni egy hozzá nem értő laikus embernek, akkor jön rá, hogy az milyen komoly feladat és mennyi veszély rejlik benne. Nagyon ügyesek. A legutolsó csapat, aki utolsó helyen végez, ők is nagyon profik és nagyon jól csinálják a dolgokat. És a mai napi fantasztikus versenyen harmadik helyezést ért el Ráckeve csapata. Gratulálunk nekik! Második helyen végzett a hazai csapat, a Bajnai Erdészet fakitermelő csapata. Gratulálunk nekik! Első helyen végzett, és ezzel elnyerte a második parkerdő kupának a fődíját a Gödöllői Erdészet csapata. Nagy tapsot nekik! Ez a verseny nem regionális elődöntő, hanem ez csak egy helyi gyakorlási lehetőség. Ez a Pilisi Parkerdő saját versenye. A regionális elődöntő az Keszegen volt az Ipai Erdő szervezésében, de minden lehetőséget meg kell ragadni, és mi szeretnénk ezt a hagyományt gyakorlatilag tartósá tenni, vagy ezt a hagyományt megalapítani itt a Pilisi Parkerdőnél. Ez a második alkalom, és szeretnénk minden évben ezt a versenyt megismételni, ugyanezzel a helyszínnel. Az Országos Erdészeti Egyesület idén ünnepelte alapításának másfél évszázados évfordulóját. Ez alkalomból a 147. vándorgyűlést Erdélyben az Egyesület alapító titkára, majd tiszteletbeli elnöke, Kálnoki dr. Bedő Albert szülő és nyughelyén Sepsikőrös patak Kálnok Tusnád fürdőn rendezték meg, melyen több mint 1000 fő vett részt. Adásunkban a vándorgyűlés rendezvényeiről készült előzetes kisfilmünket tekinthetik most meg, kedves nézőink. Ahhoz képest, hogy tavaly előtt a 400 körüli létszám, az milyen soknak tűnt, a mostani 1000-nél több, azért ez hatalmas létszám, és úgy kellett megszabni a határt, hogy többen nem jöhetnek sajnos. Ez a három nap, ez egységes egészet alkot, amelyben helye van az emlékezésnek, helye van arra, hogy megidézzük a múltat és az Egyesületnek a kezdeteit, és helye van a szakmának, helye van a kitüntetésnek, az ünneplésnek. Ennek a következő két-három napnak a jelentősége sokkal inkább a szakmán túlmutató, sokkal inkább az, hogy 150 évben mögöttünk, ami nagy ritkaság úgy gondolom a mai világban, egy 150 éves egyesület az megbecsülendő mindenki számára. Ez egy nagy ünnep, egy nagy ünnepre készülünk, és nyilván mindenki jó kedvel, barátsággal jött, és ez a három egész együtt töltött nap, én úgy gondolom mindannyiunk számára egy maradandó élmény lesz. Én azt hiszem, hogy az egész magyarság nevében itt egy fantasztikus, erős csapat van együtt, akik képviselni tudják a magyarságot, a nemzetet és hát az erdészeket. Az ünnepi közgyűléssel és Bedő Albert sírját felkeresve fejet hajtunk a magyar erdészek teljesítménye, munkája előtt. Köszönöm, hogy a jó hagyományokat követve önök ma is ugyanúgy gondolnak a jövőre, mint nagyszerű elődeik. Köszönöm, hogy ismerik az erdő védelmének és használatának bölcs egyensúlyát. Isten éltesse az Egyesületet és annak tagjait. Az, hogy mi most itt együtt vagyunk, Erdélyből, mondhatnám erdő elvéből, a felvidékről, az anyaországból, ez annak a szimbóluma, hogy a magyarság egy, és ez a vándorgyűlés a magyar megmaradásnak egy jelentős mérföldköve. Bedő Albert szobránál állunk, aki az erdész szakma egyik legkiemelkedőbb személyisége, aki itt született, és itt is nyugszik. Az Országos Erdészeti Egyesület egyik előkészítője, majd annak első titkára is volt.
Bedő Albert kimagasló tudományos munkássága sok helyen nyomon érhető. Tudományos akadémiában levelező tagok közé választották, és miről másról tarthatta volna székfoglalóbb értekezését, mint Magyarország erdőségeiről. Hazám, hazám, csendes hazám, vár csak a tár, itt láthatnám. Tisztelt helybeliek! Köszönjük, hogy ünnepi rendezvényüket befogadták, és áldozatos munkával segítették az előkészítését. Köszönjük, hogy hozzánk csatlakozva személyes főhajtásukkal is megtisztelik Bedő Albert emlékét. A mai nap is erősíti összetartozásunkat, hozzásegít ahhoz, hogy Kálnok igazi erdély zarándokhely legyen. És ha itt vagyunk ezen a helyszínen, akkor felelevenítjük vándorgyűléseinken azt a hagyományt, hogy megemlékezünk a legutóbbi találkozónk óta elhunyt kollégáinkról, tagtársainkról. Ez a hagyomány valószínűleg itt, ezen a helyszínen teljesedik ki a legjobban. Mi egyszerűnek így kell lenni. A Székely Mikó Kollégium sok mindenkinek sok minden történetet hordoz magában. Gyerekkori kirándulásoktól, történelem tudományokon keresztül nagyon sok fontos és tartalmas üzenetet hordoz magában itt Sepsiszentgyörgyön. Nekem az egy külön nagyon nagy öröm tekintettel arra, hogy gyökereim ide kötnek Erdélyországba, hogy itt állhatok önök előtt, és részt vehetek Magyarország legpatinánsabb és legöregebb egyesületének az ünnepségén. A Vadászati Múzeum egyik terme felveszi Bedő Albert nevét, és egy Bedő Albert kiállítás nyílik meg ebben a teremben, aminek az avatására gyűltünk most össze. Én azt gondolom, hogyha itt, szülőföldjén mi egy ilyen emlékkiállítást fenntarthatunk, akkor nem lehet róla elfertkezni, nem lehet őt megkerülni, és valószínűleg, hogy lesznek olyanok, akik nem mennek ki Kálnokra a sírjához, de itt egy percre megállnak, és itt egy percre emlékeznek Bedő Albertre. Én ezúton is szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a házigazdáknak, hogy fogadtak minket, hogy segítették a szervezést, hogy visszavárnak minket, és ilyen emlékekkel tudunk távozni Erdélyből, amilyenekkel el tudunk menni innen. Olyan löketet adtatok nekünk, ennek a kisközségnek, hogy ebből tudnak most lelkileg táplálkozni az elkövetkező 3-4-5 évben, egészen biztos vagyok benne. Kicsit ez is volt a célunk, hogy egy kicsit felvillantsuk azt a gazdagságot, ami itt található. Bíztatunk mindenkit, minden erdész kollégát, hogy jöjjön vissza és nézze meg azokat a szakmai és kulturális értékeket, amiből most csak egy ízelítőt tudtunk megmutatni nekik. Bővebb összeállításunkat hamarosan láthatják itt, az Echo Televízióban. Muzsikál az erdő, ahol az erdő és a zene összeforródik. A műsor támogatója a Blázer Magyarország Kft. Szenvedéllyel a vadászatért. A 25 éves Vadászati Kulturális Egyesület. A Nimród Vadászújság. A Diana és a Vadászoknak filteres tea gyártója a Gyógyfű Kft. A Magyar Mezőgazdaság piacvezető agrárgazdasági hetilap és annak állandó havi melléklete az erdőgazdaság és faipar. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe. A műsor támogatója a Gödöllői Királyi Kastély.